Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mit tervez veled, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mi fog változni, milyen lépésekkel közeledik hozzád. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. Sürgős esetben elérhető vagyok a hotline-on keresztül, a telefonszám a videó végén megtalálható. Naponta este 11 óráig vagyok elérhető. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt felül és alul látható. Ő megvilágít valamit, keres egy kiútat, keres változásokat, lehetőségeket, és szeretne tisztán látni valamit. De nem veszi észre azt, hogy a háta mögött ott van a kígyó, valaki figyelgeti őt, kíváncsi. Az is lehet, hogy rosszat akar neki, de ő erről nem tud, nem veszi észre. Itt látható a levél. Az jelentheti azt, hogy tervezi azt, hogy ír neked, vagy vár arra, hogy te jelentkezz nála. Ez minden lehet, ami így írásban történik. Egy levél, vagy szerződések, vagy dokumentum. A második kérdés úgy hangzik, hogy mit érez irántad, milyenek az érzelmei, az itt látható. A kezébe veszi ezt az aranyérmét. Odafigyel az anyagiakra. A kártya jelentheti azt is, hogy lesz nála egy új kezdet, ami a munkáját, a hivatást illeti, és itt látható a szerződés. A nap megvilágítja a lehetőségeket, ez itt is látható, hiszen lesznek nála változások. A nap jelenti a kisugárzását, vagy a vonzalmat kettőtök között, a gyermekek, a vidámságot, egy új kezdetet. Látni akar téged. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Itt van a remény, hogy közeledik hozzád, lesz ez az utazás. Ez a kép jelentheti azt is, hogy tervez veled együtt egy utazást. És itt a fő papnő esküszik arra, ugyanúgy, mint itt ez a főpap, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Légy még kicsit türelmes, hiszen útban van hozzád, a papagáj azt szimbolizálja, hogy beszélni akar veled. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a torony jelenthet korlátozásokat, vagy egy hivatalos ügyet, vagy egy bírósági ügyet, és itt a háttérben ott van a ravasz nő. Tehát nem könnyű ez a helyzet, a probléma csupán az, hogy nem veszi észre, hogy ez a nő akadályozza őt. De kisüt a nap, ami itt is látható, tehát majd ő ezt észreveszi, és a nap azt is jelenti, hogy sikerei lesznek. Itt levélen keresztül tisztázódik valami. Itt látható a nyilvánosság, ő megjelenik a nyilvánosságon, lesznek fontos döntések, találkozások, szerződések.
Itt újra a levél és a nap jelenik meg, ugyanúgy, mint itt, nagyon érdekes ez a kombináció. Tehát lesz egy írásbeli dolog, egy levél, vagy egy szerződés, és itt kitisztulnak a dolgok, kiderül az igazság. Lehet, hogy vizsgái vannak, és itt a nap jelenti a sikereket. A gólya jelenti a változásokat, és itt lesz egy jó fordulat. Az egyetlen akadály, ez a nő a háttérben. Itt lesz egy utazás, vagy közeledik hozzád. A kártya jelenti a reményt is, és a virág csokor a te szépségedre utal, egy szép környezetre, egy meglepetésre, vagy egy ajándékra. Lehet, hogy lesz egy meghívás, vagy lesz egy közös utazás, és ez a meglepetés. Itt a lílium virág azt jelenti, hogy tisztázódnak a dolgok. Légy még kicsit türelmes, hiszen megvan ez a szándéka, hogy beszéljen veled, tisztázzon veled valamit. Ez a férfi rá utal, és ő, mint férfi megjelenik itt a sorsok könyvében, tehát ő a te lelki társad. Az ő jelenlegi helyzete, itt megjelensz te az ő gondolataiban, érzelmeiben. Egy szerelmi kirakásnál mindig jó az, ha a férfi is és a nő is megjelenik, mert az jelenti, hogy összetartoztok. És a te jelenlegi helyzeted, ez a szeretet és a szerelem. A szerelem, a szeretet közeledik hozzád. Légy nyitott erre. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!